A mezőnyből ismerő a többieket, most jelenleg Erdély, állítottam a negyeddöntőben, de azért van egy jó pár nagyon komoly név, és nagyon komoly ütőerővel rendelkező komoly versenyzők. Nem abban, hova helyezett ebben a mezőnyben? Erre azért nehéz válaszolni, mert azt is megtanultam az elmúlt hónapokban, hogy teljesen mindegy, hogy ki milyen formában van, milyen súlya van, mióta csinálja azt, talán nem, tehát azért van itt köztünk olyan nehéz súlyban is, aki már 6-7 éve csinálja, azt talán számít. De minden más lényegtelen, főleg, mert úgy ijesztettek engem már meg folyamatosan, hogy majd ha ringbe vagy, az más, a meccs az más. Mindegy, hogy hányszor kesztyűztél, hány edzésre jártál, mióta csinálod, ha nem volt még meccsed, akkor felejtsd el, mert ott számít, vagy minden, ott elő ki minden. Úgyhogy és ezek alapján nagyon nem tudom, hogy hova helyezem magam. Én azt tudom, hogy az amerikai foci arra volt jó, hogy az ütközések, ugye, hogy amikor fejbe kapok egy ütést, hogy azt nagyjából bírom. Tehát nem ijedek meg az ütéstől, sőt, talán kicsit szeretem is, kicsit felébreszt. Úgyhogy. Meg a másik pedig az, hogy egy olyan színdarabban játszom, ahol egy ilyen autóbaleset után írót játszom, tehát jöhetnek a monoklip nyugodtan, belefér. Hát én köszönöm szépen, légy szíves, egy kicsit.